az idei immáron a második szépkorúak tánc találkozója. Igen, így van, tavaly kezdtük el ezt a rendezvényt, tavaly találtuk ki, hogy rendezünk egy ilyen tánc találkozót, és szeretnénk minden év június utolsó szombatján megrendezni. Szemmel láthatóan rengetegen jöttek el a mai rendezvényre is. Nagyon boldog vagyok, sokfelé elküldtük a meghívót, és 12-13 csoport volt az, aki elfogadta a meghívást, és itt vannak, és közel 30 műsorszámot látnak most délután a kedves vendégek, a kedves nézők. Beszéljük egy picit a műsorról. Milyen programmal, milyen repertoárral várják ide az ide látogatókat a mai napon? Igen, hát ez egy kicsit széles skála, mert nem szűkítettük le a hagyományőrzést, tehát nem hagyományőrző táncok lesznek csak, lesznek vidábabb táncok, cigánytáncok, hastánc, néptánc, simi, minden, nagyon sokfajta tánc lesz benne. Visszaemlékezek, nem is ilyen régen volt, amikor az Őszi Rózsa Hagyományőrző Egyesület egy nagyon szép jubileumot ünnepelt. Igen, így van, tavaly novemberben voltunk 10 évesek, 10 éve táncolunk együtt. A táncosoknak a létszáma 15 fő, ezek nagyon aktívak, minden héten egyszer próbálunk, és próbálunk együtt maradni, és próbálunk mindig újabb táncokat tanulni. Mostanság, mi újság van az Őszi Rózsának a házatáján? Folyamatosan